és egy könnyed témáról, a démonokról szeretnék beszélni, meg mindenféle militári alkalmazás, úgyhogy nem biztos, hogy annyival könnyedebb téma. Tehát a Kerberos SDR egy szoftver rádió, honnét a név Démonok Rádió, nézőkészség. Ő a szépséges Kerberos, aki a görög mitológiáról ismerünk, ő az alvilág őrzője volt. Bár itt beengedett, viszont csak pár szerencsés halandónak volt lehetősége kijutni, akik megszerítették ezt a szörnyet. Bízunk benne, hogy mi is megszerítettük. Mi a köze a rádióhoz? Miért jött ez a név? Hát kezdjük onnét, hogy csinálunk egy koherens Software Defined Radio-t. Vegyünk 4 darab RTL-SDR dongle-t, és kössük őket össze 4 madzaggal. Ez a legegyszerűbb megoldás, ahogy sokan ezt elkezdték pár évvel ezelőtt. Ezt itt ugye van 4 darab rádiónk, és a következő szlájdon látszik, hogy itt az órajel össze van kötve a zöld nyilakkal, a piros része a rádiónak, az pedig a referencia zaj generáláshoz kell, ami az iránymérő rádió részéhez kell, majd ezt a későbbiekben meglátjuk. Radar. Kezdjük onnét, hogy aktív radar, ez biztos mindenki ismeri, hogy így néz ki egy radar, vagy nem. Ez egyfajta radar. Ezt úgy hívták, hogy Hakopáncs és a Szovjetunióban használták egyébként. Ez egy rövid hullámú radar volt. Na ez már talán egy picit ismerősebb, ugye ezt már mindenki ismeri, ez a mikrohullámú radar. Ez egy szép, szintén egy szép szovjet katonai autóról. Aktív radar, a klasszikus radarok, azok általában aktív radarok, amiket ismerünk. Ez olyan, mintha egy sötét szobában egy vakuval szeretnél tájékozódni. Egy erős RF jelet generálsz, és a visszatükröződésből próbálsz képalkotó módszerekkel egy radarképet létrehozni. És akkor lassan eljutunk a lényeghez, mi az a passzív radar. Ez viszonylag gyerekcipőben jár, például a felan ismeritek biztos a Fraunhofert, aki az MP3-at is feltalálta. Nekik is van ilyen fejlesztésük. Itt az elektroszmogot szeretnék kihasználni gyakorlatilag arra, hogy képalkotást csináljunk. Tehát a passzív radar az egy csak vevő radar, ott nincsen aktív jelforrás. Két antennánk van egy, amit ráállítunk a FM adóra mondjuk, a másik antennát pedig a légtérre állítjuk, és próbáljuk a visszaverődő jelekből kitalálni, amit már ugye ismerünk, mert vettük az FM adótól, hogy mégis mi lehet a légtérben, és ebből képalkotó technikákkal egy elfogadható radarképet csinálni. FM, DAB, DBBT, LTE, GSM, egyébként Wi-Fi-t is lehet használni, minden más paraméterében eltér. Rádiós iránymérés, itt egy gyakorlati példa látható a Kerberosszal, ez egy autónak a műszer, vagy a szélvédője, 4 antennával, és itt az eredmény egy térképen látható a mérési telemetria, ami gyakorlatilag azt mondhatjuk, sikeresen megtalálta az adót, amire behangolt a mérés során a mérnök. Hol tartunk most és mi a jövő? Elindult egy Indiegogo kampány, amivel ezt a rádiót meg lehet majd vásárolni, ez maga a Software Defined Radio része, és fölött ez a másik nyelv, ez a kalibrációs áramkör, ami az iránymérés kell majd. Illetve, hogy kerek legyen a kép, ehhez tartozik egy szoftvercsomag, ami egy open source szoftver lesz, ugyanis ezt már megtanultuk, hogy egy hardware-idő szoftver nélkül csak egy darab téglat, úgyhogy ebbe sokan belefutottak az otthoni kísérletezés során. Itt viszont minden meg lesz hozzá, hogy elindulhasson a processz és kísérletezés. És köszönöm a figyelmet! Esetleg van kérdés, akkor szívesen válaszol. Jó. Nem esélytettem, hogy miért vennék ilyet, vagy milyen cél? Csak érdeklődés? A kérdés jogos. Az a 4 darab dongle, ami össze volt húzalozva, azzal próbálkoznak otthon hackerek, rádiomatőrök, kísérletezgető emberek, amivel
eljuthatsz egy bizonyos szintig, viszont elég nehéz. Tehát én is 5-6 évvel ezelőtt megpróbáltuk, de végül nem sikerült. És akkor próbálunk egy ilyen kész kitet adni, ami belül hamar sikert érhetsz el, és lesz hozzá egy szoftver is, és tudsz ilyen kísérleteket folytatni. Bocsánat, sikert érhetek át miben? Például, igen, tehát például repülőknél lehet egy ilyen gépalkotó radart összetörni, látod rajta a repülőket. Az időrövidsége miatt a videókat kitöröltem, egyébként akartam megmutatni róla. Mondjuk, ha az Indiegogo szájátot megnézitek, akkor ott látható. Azt mondod, hogy ha én egy pilóta lennék, és valamilyen repülőgépen menne, ebből tudnék csinálni abba egy passzív radart, amit el tudnám látni a körülöttem lévő légteret? Hát ez már egy másik területre vezetsz, ezzel a mobil passzív radart akartad felvázolni szerintem. Ez egy fix telepítésű passzív radar, egyébként olyan is van, pont a Fraunhofer fejleszti. Szerintem csak azt mondhatod, hogy otthon hobbistaként akarok egy radart üzemeltetni. Azt is lehet például, de vannak rádiócsillagászok. Ha lerakom ezt a szobába, igen, akkor utána tudom, hogy hol vagyok. Felvetesség! Ez úgy is mondjuk, hogyha egy piacról van. Ja, nem fogod tudni. Mi kéne hozzá, hogy? Hát ők egy GPS. Szobában nem működik. Ja, beltéri pozícionális. Az egyik potenciális terület az lesz, amit most nemrég már egy jó ideje fejleszünk. A tanulságban most volt egy cikk róla, hogy a wifi routereket használják ilyen célra. Egész jól látszik az, hogy belül hol mászkálnak az emberek, olyan szinte, hogy a csontokat is rekonstruálják. Például arra lehet... És ahhoz kell ez? Meg lehet vele szerintem csinálni, csak majd egy keverő kell hozzá, ami 2-4 GHz-re és 5,8 GHz-re is átkeveri. Másik alkalmazás tőle mondjuk meteorok megtalálása, például, ami ez gyerekcipőből jár, de hogy lehull egy meteor, és akkor szállta a probléma, hogy mégis hol van, hát valahol Hordóvágy fölött, oké, csak fél kilogrammos egy ilyen, hogy találjuk meg. Ez mondjuk lehet, hogy megmondja, hogy 100 méteren belül hol van. Az iránymérés, az érthetőbb része, tehát ott egy jelforrást meg tudunk találni, úgyhogy nem kell így forogni mindenféle jagiant ennek, hanem csak körben mész mondjuk autóval, vagy egy kis kézi eszközzel, Bocsánat, próbálom összerakni magamban a képetet, hogy jól érzik, ez egy olyan négy fázisú, vagy négy különböző antennát csatlakoztató rádióadóvevő, ami az érkező jeleknek a jelszint különbségéből egy megfelelő szoftver segítségével információt tud kiszűrni. Igen. Tök jó, köszik. Igen, és egyébként 4 vagy 8, mert elkészítettük rá, hogy ezek összeköthetőek sorban, tehát ha 2-jét veszel, akkor már 8 erős lesz. Egy kérdés, az impedencia alja, micsoda, honnan indul, hány decibel az, amit még állni? Ja, az érzékenység? Igen. Hát ez egy 8 bites RDC található az LTSDR-ben, emiatt nyilván nem a csúcs kategóriába tartozik. De ez utóbb képítő erősítés, szerint. De az érzékenység az valahol minusz 120 dBm körül lehet. De hogyha ellenállt pakolsz elé, használtuk ezt már geopályás műhold vételére a minusz 135 dBm érzékenységet feltételezett. Megszerűen eljött majd. Ja, jó. Majd meg kényes megtérni, hogy akár egy ötletre magadat lőni vele, de ezt nem fogod. Köszönöm szépen a figyelmet.